És tart elindult a Németh Ferenc Emlék Kupa idei első felvonása. A gyengén kezd Fifikás és gyengén kezd a régen látott Vegája. A többiekkel nincs probléma. Papír Sárkány ezúttal jó jön el a géptől, és úgy tűnik, hogy ő az, aki elmegy vezetni, vagy elmehet vezetni. Ott van mellette, mögötte Luisa bent a falon, Luleli is remekül tartja magát. Pancsolót is ott látom a frontban, illetve kívülről Lux Tónat, aki rettenetesen jó startot vett. Narrátor, illetve Szuperén még az élmezőnyben. Hát gyaktak a pár külső ívén pedig Déva Vára próbál hozzájuk csatlakozni. Papír Sárkány és Lux Tón az első két helyen. Mögöttük pedig Luisa tartja magát, ha remekül. Luisa mögött egy hossza jön a favorizált Luleli. Lulelit Pancsoló, illetve fejes sapkában Szuperén Panyi Mátyással követi, illetve veszi üldözőbe. Illendő és Medika csak a mezőny közepén. Két favoritról van szó. A befutóra fordulva Papír Sárkány kétszer futott idén, akkor nem mutatta túlságosan sokat. Ezúttal jobban mozog Papír Sárkány elődje. Nagyjából két hosszasra tehető. Az utolsó 200-on ma megkapja majd a támadásokat. Lux Tón például az egyik kihívó. Jön kívül Luisa. A világ végéről Illendő is begyújtja a rakétákat. Pancsoló is közel van. Papír Sárkány, Lux Tón, Supreme, Illendő jön óriási lendülettel, és még van hátra 100 méterre. De Papír Sárkány hősiesen védekezik. Papír Sárkány vagy Lux Tón, Lux Tón vagy Papír Sárkány, Papír Sárkány, Lux Tón, Illendő, Supreme az első négy.